Nos, hát így mondott verset a legsikeresebb versmondó a Győri országos döntőn, és így vélekedett a zsűri. Következő adásunkban be fogjuk mutatni a két egri helyezettet, a legszebben beszélő versmondó Kormos Katit, és Melykó Robit, aki ugyancsak külön díjas lett ezen az egyetemi versmondó versenyen. Nekünk is van mire büszkének lenni, hiszen volt egy sikeres filmfesztivál az Eszterházy Károly főiskolán, ahol 21 film között, amit a zsűri megnézett, összesen 7 díjaztak különböző díjakkal, elismerésekkel, és hát köztük a legrangosabbat kapta a mai stúdió vendégünk, Bartis Gábor. Szeretettel köszöntöm stúdiónkba, és hát gratulálunk ez a díjhoz, elismeréshez. Először egy rövid névegyet talán, ki is a nyertes? Magamról? Igen. Én Bartis Gábor vagyok, médiatechnológus asszisztens hallgató, első éves. Hát, röviden ennyi a lényeg. Jó, hát ez a legfontosabb. Akkor most fordítsuk meg a szerepeket. Ott a filmszemlén a zsűri bírálta magukat. Most akkor, aki részt vett, az hogy látta ezt a filmszemlét? Hát, az igazság, hogy voltak jók és kevésbé jók szerintem. Igazából voltak olyan filmek, amik úgy nagyon kicsit hosszúra nyúltak, és úgy a mondani való az kicsit elveszett abban, hogy nagyon hosszú volt a film, és így igazából nem láttam a mondani valót, ha meg láttam is, akkor úgy elveszett közben. Voltak, amik igazából technikailag nagyon tetszettek, és egy kicsit úgy sztorilag vagy mondani valólag nem voltak olyan erősek, valami pedig pont fordítva, valami pedig mind a kettőt. Gábor, volt-e olyan, amiről azt mondta, hogy ú, de kár, hogy nem én csináltam meg? Hát, ami igazán tetszett, ez a bohócos, ez a Phantom Láb, ha jól emlékszem, igen, című film, ami egy kicsit ilyen groteszk, ami meg is kapta ezt a díjat. Groteszk díjat kapott igen. Külön. Ez volt, ami úgy megfogott, ez a pókeres, ez a játszma, ha jól emlékszem. Igen. Az technikailag tetszett nagyon, és hát a várakozás, ami az animációs, arra gondolok, az tetszett nagyon. Akkor beszéljen saját magáról. Milyen út vezetett idáig, hogy egy filmfesztiválon nyertes filmet tud készíteni? Hát igazából középiskolában kezdtem el nagyon-nagyon-nagyon amatőr filmeket csinálgatni. Még akkor digitális fényképezőgéppel, annak segítségével vettem fel a nyersanyagokat, és ilyen kis szösszeneteket csinálgattam. Aztán, ahogy ezeket csináltam, rájöttem, hogy ez nekem nagyon tetszik, és ezzel szeretnék foglalkozni. És hát akkor jelentkeztem ide először mozgóképre, de oda nem nyertem felvételt, és így lettem médiatechnológus, és hát itt most alkalmam nyílt ilyen filmek készítésére. Annélkül, hogy nagy titkokat árulnánk el, van-e olyan, akire azt mondja, a tanárai között, akire azt mondja, hogy hát elég komoly köze van ahhoz, hogy ilyen filmet tudod csinálni? Hát természetesen Borbás László tanár úr, akit meg tudok említeni. Ő tanított nekünk első fél évben videótechnikát és hangtechnikát, most pedig tím és projekt munkát, most ilyen magazin műsorokat készítgetünk. Volt-e már ehhez hasonló sikeres filmje? Hát ilyen sikeres még eddig nem volt. Tehát így ez az első, ami már így 3 díjat is elhozott. Ezt egyedül készítette? Hát, a filmet, vagy volt egy stábja? Hát stábom igazából nem volt. A szereplők voltak, akik igazából segítettek nekem is, és mindenben helytáltak, úgymond. Igen, hát a szereplők, ugye a legfontosabb szereplő az egy párkesztyű. Úgy van. De hát ezt akik életre keltették. Igen. Honnan jött az ötlet? Hogy indult ez? Hát ez úgy volt, hogy vizsgafilmet kellett készítenünk, fél évi vizsgafilmet, és gondolkodtam, hogy hát mi legyen, nem volt még így ötletem igazából, és buszon utaztam hazafelé, és egy srácnak kiesett a zsebéből a kesztyűje, és úgy ezt úgy nagyon jó alapötletnek találtam, és ebből már így jöttek a gondolatok. Aha. Érdekes megközelítés volt. Túl sokat nem akarok a filmről beszélni magáról, mert hiszen rövidesen láthatják majd a nézők is. Milyen műfajba sorolja be ezt egyébként? Ez animáció, vagy
Valami más? Hát animációnak nem mondhatnám igazából, mert nem animálva lett az egész, hanem egy végül is bábuzgatás, vagy akár annak is nevezhetné, nem tudom. Mennyire valóságos a sztori, amit emberi tulajdonságokkal ruházott föl nyilván? Hát ez végül is, hát valaki nem veszhet el így, mint egy kesztyű, de végül is ez megeshet, hogy így összetalálkozik valakivel, és akkor azzal ilyen kalandokat él át, úgymond. Mit szóltak a kollégák, mikor megtudták, hogy van egy nyertes filmje? Lett-e hát tekintélye rangja a csapatba? Nem tudom, hogy mennyire mennyire van tekintélyem vagy rangom, de hát gratuláltak, és meg ahogy látták szakesten is, akkor már mondták, hogy hú, ez biztos első lesz, hogy valamit kapok érte, és hát akkor a közönségdíjat ezt meg is kaptam. Hát nem tudom, úgy igazából már a Tiszaújvárosi film, erre a filmfesztiválra is már úgy mentem el, hogy megvolt ez a közönségdíj, és akkor már így Borbás László tanárul jobban felfigyelt rám, hogy akkor mehetek én is. Na, jó, nagy siker akkor a történet. Ilyenkor az ember rögtön azt mondja, hogy hű, ez megvan, akkor most gyorsan egy hasonlót. Igen, van egy következő készületben, vagy már el is indult? Tervek vannak, még úgy konkrét megvalósítása nem jutott sor semmiből, de már nagyon gondolkodom rajta, hogy valami újat kéne alkotni, és nem ezzel az egy filmmel nevezni már. Tehát akkor azért adott egy lendületet a munkájához. Igen, persze, így van. Kicsit olyan furcsa érzés, hogy egy filmmel már így 3 díjat is. És mondom, akkor már inkább valami újat szeretnénk mutatni a közönségnek. Már lehet, hogy unják. Hát én nem tartom valószínűleg, hogy ez olyan kategóriába tartozna, amit meg lehet unni, de hát minden esetre ez egy jó dolog, ha egy újabb filmen gondolkodik. Én azt mondanám, hogy ha kész van a film, akkor majd nézzük meg azt is, de most, amikor gratulálunk az első díjához, akkor én azt mondom, hogy nézzük meg ezt a nyertes filmet, amelynek az a címe, hogy Öntudatra ébredés, avagy egy kesztyű kalandjai, vagy egy kesztyű pár kalandjai. A többit majd döntsék el a filmből. Következik akkor a díjnyertes film.